Sziasztok, itt Jössze és az Anya mindenhez is. Egy újabb karácsonyi vloggal, egy újabb karácsonyi beszámolóval készültem. Most már tényleg minden napunk a karácsonyra készülődésről szól. A mai nap folyamán Bendegúz még óvodában van, mi elmentünk Atissal és a másik két gyerkőccel megszerezni a boltból még azokat a dolgokat, amikre szükségünk van a karácsonyi vacsorához, illetve aztán másnap az ebédhez. Összeállt most már az elmúlt pár napban teljes mértékben a menü, amit szeretnénk elkészíteni, megsütni, megfőzni. Megmutatom nektek ezt a menüt, illetve elsőként megmutatom majd azt, hogy mit hoztunk aztán haza még magunkkal a boltból. Rengetegen voltak már így is, pedig délelőtt voltunk. Úgyhogy szeretném innentől tényleg távol tartani magamat az üzletektől. Nálunk általában úgy szokott lenni, nem általában, úgy szokott lenni, hogy 24-én 5-ösben vagyunk itthon, illetve korábban ugye 4-esben, illetve 3-asban. És úgy beszéltük meg a Jézuskával, hogy nem ő hozza nekünk a karácsonyfát, hanem mi feldíszítjük neki, és születésnapja alkalmából ezzel várjuk, és ő majd ajándékokat hagy nekünk alatta, ha tetszik neki a fa, és hogyha jól viselkedtünk. A 23-án szokta Atis kivágni a fát, innen a faluból lesz most a fánk, frissen lesz kivágva, hogy minél tovább díszíthesse az otthonunkat, behozzuk 24-én délelőtt, és akkor együtt a gyerekekkel feldíszítjük, és ezzel várjuk ugye aztán a Jézuskát, majd aztán délután átmegyünk a szülőfalunkba az karácsony esti istentiszteletre, illetve a délutánira, mert azért délután van, csak sötét van már. Végighallgatjuk az istentiszteletet, korábban a húgommal mi ott például szerepeltünk is, és utána, mire hazaérünk, addigra reménykedünk benne, hogy a Jézuska ismét ajándékokat hagy majd itt nekünk a karácsonyfa alatt. Azokat kibontjuk, megnézegetjük, játszunk velük egy kicsit. Eközben Atissal mi már megyünk a konyhába, és befejezzük a vacsorát, ami általában ilyenkor már félkész állapotban van. Majd vacsora után pihizünk a nappaliban, játszunk a gyerekekkel, és szintén hozzátartozik a szokásainkhoz, hogy 24-én este megnézzük a Reszkesetek betörőket, mert ez Atis kedvence. Mi a kedvenc karácsonyi filmetek? Nálunk Atisé a Reszkesetek betörők, nekem a Grinch, de nagyon szeretem például a Holiday-t is. Gyerekeknél a Grinch mese most a csúcs. Írjátok meg nekem, légy szíves, hogy nektek melyik a kedvenc karácsonyi filmetek. Másnap ebédre várjuk aztán ezúttal anyósomékat, illetve a sógornőimet. Itt lesz nálunk a karácsonyi ebéd, és 26-án pedig majd mi megyünk anyukámékhoz ebédre, és ezt évről évre meg szoktuk cserélni. Idén anyósomék jönnek hozzánk, mi megyünk anyuékhoz, jövőre anyuék jönnek hozzánk, és mi megyünk anyósomékhoz. Ez a korábbi években nekünk nagyon jól bevált, 24-én pedig mindenki otthon van, és élvezi az otthon a nyugalmát és a szép karácsonyfáját. Hogy a menünk hogyan alakul? Nálunk általában a menüt azt a kívánságok befolyásolják, nem annyira a hagyományok és a szokások, ezért több hagyományosnak nem mondható étel is kerül ilyenkor általában a repertoárba. Ilyen lesz például a viszkis barackos csirke, biztos hallottatok már erről tőlem. Én évekkel ezelőtt a Pinteresten angol nyelven akadtam rá erre a receptre, kíváncsiságból kipróbáltuk, és tipikus ünnepi étel lett nálunk, mert azért elég kiadós mennyiség. Ha szeretitek az édes, pikáns, fűszeres ízeket, akkor ez is nagyon tetszene nektek. Van benne viszki, baracklekvár, barackbefőtt, barbecue szósz, és benne van a csirke, és a sütőben, ebben a szaftban sül a csirke jó sokáig, nagyon finom, szaftos és porhanyós lesz, és ezt fogjuk tálalni rizssel 24-én vacsorára. És ebből marad még aztán 25-én ebédre is. Süteményekből szintén a kívánságoknak megfelelően válogattunk. Most már lassan mondhatom, hogy szokássá válik nálunk karácsonykor a túrótorta, nem, a sajttorta,
Egyébként az év más időszakaiban is készül, de nagyon szeretjük, úgyhogy a fiúk most sajttortát kértek. Ez ugye keksz alapon készül, és málna van csorgatva, málna lekvár, vagy málna szósz van csorgatva a tetejére. Készül ezen kívül még mézes kalács, amit már megsütöttünk, és bízom benne, hogy marad még karácsonyig belőle. Boltban szoktam venni én a beiglit, sütöttem már én is, de most idén úgy döntöttem, hogy azt nem sütöm, hanem akkor veszem. Illetve At is kóstolt most az adventi kalendáriumunk során az egyik állomáson nagyon finom sportszeletet, ennek elkértem a receptjét. Az lesz még, és a tőlem már többször látott túrós sajtos rúd. Én gondolkodtam valamilyen új sós alternatívában, de a család azt mondta, hogy imádják, szeretik, nem unják, úgyhogy maradjunk a bevált receptnél. Nem mondom, hogy bonyolult dolgom lesz ezzel, mert szerintem mindegyik nagyon egyszerű recept, úgyhogy ezzel az én dolgomat is könnyítették, hogy nem kértek dobos tortát, meg ehhez hasonló nyalánkságokat. 25-én ebédre érkeznek tehát a vendégeink, és grízgombóclevest fogok főzni. Aztán marad ugye a viszkis barackos csirkéből, mint szaftos húsi. Az anyósoméknál nagy hagyománya van a rántott húsinak, vasárnap és ünnepnapokon is készítik, illetve ez az, amit tényleg mindenki fogyaszt a családban, úgyhogy készítünk rántott húsit, és sütünk mellé még egy egész bensült fasírtot, mert ez is azért az év több napján is készül nálunk, de At is kérte, hogy legyen, mert nagyon-nagyon szereti, képes bármikor odasétálni a hűtőhöz és kikapkodni egy-egy szeletet, és csak úgy megenni magában mindegy snacket. A köretek úgy alakulnak, hogy rizs és krumplipülé lesz, ebből mindenki talál variációt magának mindegyik húsételhez, és készítünk még ecetes céklasalátát, illetve majonézes kukorica salátát. Úgy gondolom, hogy ennyiféle variációból már mindenkinek fog akadni valami fogára való. És akkor ilyenkor anyósomék is hoznak magukkal még süteményt, előtte egyeztetni szoktunk, hogy ki mit süt, anyukámmal szintúgy, és akkor mindenki visz a másikhoz, és a végén annyiféle süteményünk van, hogy egy kisebb lakodalmat meg tudnánk ülni belőle. Erre a kis szervezőre írtam én most össze magamnak mindent, ez is Katától, a Bájos Kilencsek világából érkezett, nagyon szeretem, és most első osztályú volt nekem menüt, illetve bevásárlólistát tervezni. Összeírtam a bevásárlólistát, és ma délelőtt elmentünk beszerezni mindent, amire még szükségünk van. Ami még a karácsonyi menünkhöz hiányzott, hát a virsli nem hiányzott, de ha már a metróban voltunk, hoztunk egyet a kedvenc virslingből. A barbecue szósz, illetve a Worcester szósz a viszkis barackos csirkéhez kell, mascarponéból lesz a torta, nem kell hozzá az egész, én le fogom fagyasztani belőle a maradékot. Nálunk a Ceresnek a beigliei jöttek be eddig a legjobban, ilyen boltban vásárolható beiglikből. Azért ez, mert a mákos beigliükben nincsen citromhéj, sem citromlé. Ajánlottátok már nekünk a Lidlöset, még nem kóstoltuk. Azt áruljátok el nekem, kérlek, hogyha a Lidlöset szoktátok fogyasztani, hogy az citromos, mert Atisnál, ha a mákos beigli citromhéjjal készül, akkor az kizárók. Van itt két sütőmargarin még, a Zabkex a sajttortánknak az alapját fogja adni. A margarin azért, mert kifogytunk belőle, a tejföl majd a kukoricasalátához kell. Feltöltjük egy kicsit az üdítő készleteinket, több üdítőnk is van a pincében, mi ritkán fogyasztjuk. A gyümölcsleveket a gyerekek azért közben szokták, ezért szénsavasból pedig csak ezt a fantát hoztuk. Hoztam magokat a grilláshoz, mögötte a kupac is a grillázsos alapanyagaimból áll. Hoztam, hogy biztosan elég legyen, szeretnék ajándékba készíteni grillást még. A darált keksz a sportszelet sütihez lesz, aztán van itt két csomag túró a sajtoshoz, három cukor a grilláshoz, illetve a süteményhez. Hoztam egy ketchupot és egy majonézt, mert az mindig fogyóban van nálunk. A rumaroma a sportszelet süteményhez jött. Aggódtam, hogy a két csomag rizs, amit a bevásárláskor vettem, kevés lesz, úgyhogy biztos, ami biztos, hoztam még egy zacskóval.
És At is vett egy csomag fagyasztott pacalt, körülbelül fél éve hallgatom tőle, hogy szeretné elkészíteni élete első pacalját. Meglátjuk, hogy most majd két ünnep között, vagy január elején sikerül-e neki. Egy darabig a fagyasztóban el lesz, aztán egyszer csak elkészül az a hőn áhított pacal. Ez minden, amire szükségünk volt, amit nem vettünk meg a metróban, és még kelleni fog majd a karácsonyi menühöz, az némi leves zöldség, de azon kívül mindenünk megvan, készen állunk. A múlt hét folyamán is már komoly készülődésekben voltunk, illetve ráhangolódásban. Nálunk szokásunká vált, hogy minden évben bemegyünk még Győrbe, és megnézzük az adventi vásárt, sétálunk egyet a kivilágított belvárosban. Idén az energiaválságra való tekintettel ugyan kevesebb világítás, kivilágítás, égősor került fel a sétáló utcára, illetve a városháza környékére, de ettől mi még nagyon jól éreztük magunkat, nagyon nagyot dobott a karácsonyi hangulatunkon, a gyerekek is élvezték. Bendegúz nagy várakozásainak eleget téve megsütöttük a mézes kalácsot. Konkrétan december 1-e óta hallgattam már tőle, hogy mikor sütjük végre meg a mézes kalácsot. Hát igen, belevágtunk. Nekünk nagyon bevált ez a recept. Ez nálunk mindig rögtön puha, ahogy kihűl. Most, hogy egy kicsit vékonyabbra nyújtottuk, most először picit ropogós volt, de másnapra ismét megpuhult. Ez egy félig teljes kiörlésű lisztből készülő recept, Dominik közben ront és bont a háttérben. Ez egy félig teljes kiörlésű lisztből készült recept, nem egy borzasztóan édes sütemény, nem egy borzasztóan édes dolog, de én épp ezt szeretem benne. Egy kicsit emeltem a receptben lévő fűszeradagon, mert nekem még egy picit lehetett fűszeres, és a gyerekeknek is íz lett így. Úgyhogy ha szeretnétek kipróbálni, bent megtaláljátok a leírásban a receptet. És két nappal később aztán ki is díszítettük őket, akkor már egy kicsit megfogyatkozott a számuk, azóta meg csak folyamatosan csökkent, de nem baj, ezért csináltuk, hogy elfogyasszuk.
Számottevő hómennyiség ugyan nálunk még nem esett, nálatok esett már a hó, vagy meg is maradt, volt hó, tudtatok esetleg szánkózni, hógolyózni, vagy hóembert építeni? Itt még nem, amennyi kis hószálingózás volt, rögtön el is olvadt, de ennek ellenére két naponta ellenőrizzük a madáretetőinket kint az udvaron. Idén az őszi teaház alkalmával a kézműves foglalkozáson Bendegúz és Abigail is készített egy-egy etetőt. Aggódtam nagyon emiatt, ugyanis nagyon élénk színeket, figyelemfelkeltő anyagokat használtak hozzá, és nem tudtam, hogy mit fognak ehhez szólni a madarak, de örömmel tapasztaltuk, hogy jönnek és fogyasztanak belőle, úgyhogy rendszeresen töltjük őket, mert van a madáretetőink körül mozgás. Te mit csinálsz? Látom. Szotyit, diót és mogyorót rakunk mostanában a nekik az etetőkbe. Mit csinálsz? Szabotálod a videókészítést? Tényleg? Gyönyörű. Idén először döntöttünk úgy, hogy az Egyesült Államokban élő rokonainknak nem megvásárolt képeslapot küldünk, hanem megcsináljuk a gyerekekkel mi magunk. Nagyon lelkesek voltak, és ügyesen megrajzolgatták, elkészítették a képeslapokat, írtunk bele pár sort, és tettem bele még a gyerekekről az óvodai karácsonyi fotózáson készült fényképeket, és ezt elküldtük nekik. Bízom benne, hogy időben megérkezik még. Nagyon eltérő, hogy mikor éppen hogy érkeznek meg oda a képeslapjaink. Volt, hogy egy héten belül ott voltak, volt, hogy valamikor húsvét körül jeleztek, hogy köszönik szépen, megkapták. Nem tudom, hogy hogy sikerült őket ennyire elkutyulni, de a lényeg, hogy megérkeztek. Ezek a dolgok készültek itt mostanában nálunk, illetve ilyen dolgokkal foglalatoskodtunk, Bendegúznak is hamarosan kezdődik most már a téli szünet, és akkor tényleg gőzerővel készülünk az ünnepre. Mivel az elmúlt pár hetünk borzasztóan zsúfolt és kaotikus volt, én most örömmel tapasztalom, hogy egy picit lassítottunk, ami ritkaság így az ünnepek előtt nálunk, de nagyon-nagyon élvezem, és úgy döntöttem, hogy nem is fogom rá stresszelni magam a dolgokra, mert akkor is el fog jönni az ünnep, hogyha nem tökéletes a sütemény, ha nem tökéletesen van ki díszítve a mézes kalács, hogyha előtte nap már nem pucolom meg az ablakokat. Természetesen odafigyelünk a rendre és a tisztaságra, de nem vagyok hajlandó stresszelni magamat olyan dolgokon, amik valójában nem is fontosak, és a jövőben nem ezekre fogunk emlékezni. A Jézuskánk most már mindennel elkészült, nekem van még egy pár apróság, amit majd el kell készítenem, de ezeket meg most majd az ünnepet megelőző napokban, mert olyan ajándékokra gondolok itt, amiket aztán a hamar el is kell fogyasztani, mert nem lehet hosszú távon tartogatni vagy rakosgatni. Én köszönöm szépen, hogy ezúttal is velem tartottatok, bízom benne, hogy tetszett nektek ez a jellegű videó. Mindenkinek kívánok békés, kellemes, nyugodt készülődést még a hátralévő napokra, és szép napot nektek mára. Sziasztok!